A járvány után újra fellendült a turizmus szabadkán és palicson. Ugye előtte is láthattuk, hogy milyen sokan érkeznek ide épp a beszélgetés. Az interjú előtt arról beszélgettünk, hogy kínai turistákkal is lehetett találkozni, és most azt lehet látni, hogy megint, mintha elkezdene föléledni a turizmus. Igen, tehát COVID előtt, ugye mi arról beszélgettünk most itt a beszélgetésünk, a stúdió beszélgetésünk előtt, hogy a, hogy a COVID előtt ugye nagyon sok kínai turistát lehetett érzékelni a térségünkbe. Ugye akkor elmagyaráztam, hogy arról volt szó, hogy a Szerbia ugye jó viszonyt ápol Kínával, és könnyebbek voltak a beutazási feltételek. Ők, amikor jöttek ide Szerbiába, akkor Európát is ugye egybe látogatták, és akkor a COVID mindent megváltoztatott. A a COVID alatt nagyon szigorú beutazási feltételek voltak, és ugye amikor visszatértek az országukba, akkor nagyon hosszú karantén időszakra voltak kötelezve, és abban az időszakban ugye ez miatt normálisan leállt a, leállt a turizmus. Amikor persze biztonságos lett újra az utazás, azok után Szerbia szerencsésnek bizonyult, mert ugye a biztonságos országok listáján van Kínában, viszont az Európa, tehát ők, amikor jönnek Szerbiába, akkor utána Európát is szeretnék, ugye az Európa a többi tagállamait is szeretnék meglátogatni. A többi államban nagyon nehéz nekük megkapni a vízumot, tehát több hetet kell nekük várni, és a várólista az pedig több hónapos. Úgyhogy ez miatt kicsit kevesebb a kínai turista, de újra látni lehet őket, tehát újra jönnek vissza. De azon kívül a kínai turistákon kívül nagyon sok más a régióban. Régióból nagyon sok turista látogatja meg Szabadkát, és azt szeretném csak csak mondani, hogy az öt leglátogatottabb destináció Szerbiába, Szabadka és Palics. Ez nagyon szép eredmény. Ugye a hallgatók, illetve mi sem mindig tudjuk felmérni azt, hogy mi az, amiért ide jöhetnek, mert hogy minden nap elsétálunk a város utcáin, kilátogatunk Palicsra, nekünk már megszokott az a szépség, illetve az a millió, amiben itt vagyunk, de mi az, ami Vonza a külföldieket az iránt, hogy pont ide látogassonak, és mitől vagyunk, mi benne a 5-ben? Ez egy nagyon gyönyörű szép város. Mi valószínűleg, hogy itt vagyunk minden nap, és igazából csak a problémákat látjuk, de viszont amikor turistaként valaki idejön, akkor mindig el van varázsolva. Tehát gyönyörű szép az épített gyönyörű szép a, van történelme ugye a városnak. Egy kicsit itt mindig lelassulunk. Szabadka és Palics ugye arról szól, hogy egy kicsit lelassulunk, és megnézzük ezeket a, a, a gyönyörűségeket. Tehát maga a városközpont, a város történelme, Elmi magia, ahol a városháza megtekinthető, ugye a zsinagóga is gyönyörű szépen fel lett újítva, ugye a könyvtár. Tehát ezek az épületek, ezek az épületek mind magába is gyönyörűek, és ezen kívül a központ. Palicsol pedig ugye szintén ugyanez a véleményünk, hogy maga az épített öröksége, ezen kívül a természet, maga a természet, az is természeti értékeket is meg kell tekinteni. Tehát ezeket mind a turisták nagyon értékelik. Ugye azt említettük, mert hogyha már benne vagyunk az ötben, ugye a top ötben, akkor tudjuk, hogy hogy vélekednek a turisták, de mit mondanak a vendéglátósok, mennyire vannak ők megelégedve, azt azért tudni kell, hogy ha hétvége van, és Palics ugye már péntektől, akkor találkozhatunk külföldi, akár Szerbia többi részéről érkező rendszámokkal, és akkor is felélénkül a Füldőváros, de nem csak a Füldőváros. Mit mondanak erre a vendéglátósok? Igen, tehát a, ami az előző, tehát ami a számokat illeti, 2017-ig olyan körülbelül 150 ezer szállói volt évente. Ez lassan növekedőbe volt, és az előző években beállt egy ilyen 220 ezer szállói évente. Ez az előző évben majdnem hogy megduplázódott, és eddig 2,1 napot töltöttek itt a turisták, most 2,4 napot. Tehát most átlagokról beszélünk, ugye? Mi a számokat látjuk, annyit töltenek itt, tehát egy kicsit hosszabbodik annak, a, annak az ideje, amennyit a turisták itt töltenek nálunk. Tartalmak szükségesek, amik itt tartsák őket hosszabb időre. A hétvég azok mindig népszerűbbek, ugye, és ugye vannak kint palicson, vannak nagyon szép borászatok, amiket meg lehet látogatni, ezen kívül vannak nagyon jó éttermek, ezen kívül ugye maga a lelassulás, maga a, a pihenés, úgyhogy mindig megjelennek ugye hétvégén, és különböző rendezvények alkalmával. A rendezvények azok nagyon gazdakítják a programot, és ugye nagyon sok turistát és látogatót vonzanak. És mindig felmerül a kérdés, hogy tudunk-e plusztartalmat kínálni azok, aki, azoknak, akik itt lesznek, most ugye folyik palics fejlesztése, látjuk, hogy a víztoronyt is már újítják, renoválják. Mik azok a plusztartalmak, amikkel még fel tudjuk ezt lendíteni még jobban? Minden fejlesztés nagyon, nagyon jó jön. Ugye mindig a, a turisztikai infrastruktúra az... Pontosan ugyanolyan fontos, mint maga a, a turizmus más, más részei. Most az akvaparknak az építése az szerintünk egy nagyon-nagyon fontos része lesz, mert ugye az is még egy plusz tartalmat fog biztosítani ahhoz, hogy a, hogy a turisták több napot töltsenek itt el. Igazából az a cél, hogy minél több időt tartózkodjanak itt. Tehát, hogy ne csak ez a rövid távú tartózkodás legyen. Tehát, maga az akvapark az, az egy plusz tartalmat fog ö, nyújtani. Ezen kívül ugye a víztoronynak is a felújítása, és az tartalommal való megtöltése. Az is egy turisztikai látványosság tud ö, lenni. Ezen kívül ugye most a sétány is szépen ö, megújul. Azt is nagyon szívesen használják a turisták, és maguk a palicsiak és szabadkaiak is. Tehát, hogy túrá. Nagyon, sokan, nagyon sokaktól halljuk, hogy nagyon szívesen sétálnak arra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez, ez mind nagyon, nagyon fontos. És amíg ilyen szép az idő, addig egy sétahajózást is meg lehet ejteni Palicson, az is egy nagyon szép dolog, jó, magam nagyon szeretem, hogy egy ajánlhatok valamit a hallgatóknak, önnek, önnek pedig nagyon köszönöm, hogy itt volt, és mindezt elmondta fontos dolgokról, beszélgettünk, és azt ajánlom mindenkinek, hogy vegyék a fáradtságot, menjenek el, nézzék meg a szépségeket, egy-egy szabad napon, amikor nem csak dolgozni és rohanni kell, hanem gyönyörködhetünk is mindabban, ami körülvez bennünket. Köszönjük szépen!